Mind a 106 választókerületben indít képviselőjelöltet az Igen Szolidaritási Magyarországért mozgalom, jelentette be a párt elnöke ma a szervezet egy éves születésnapi rendezvényén. Huszti Andrea azt mondta, a pártjuk célja egy olyan valódi szocializmus felépítése, ami még soha nem volt. Szorgalmazzák, hogy idén a minimálbér nettó 250 ezer forint, a családi pótlék, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összege is 50 ezer forint legyen. A párt miniszterelnök jelöltje pedig arról beszélt, hogy munkával teli időszak elé néznek. Egy éve mutatkozott be az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, és hogyha ezt az egy évet bármihez is kell hasonlítanom, akkor talán azt mondanám, hogy ez volt, amikor a mag kicsirázik. Az elvetett mag kicsirázik, még szenved, még próbálkozik, tele van bizonytalanságokkal, egy dolgot leszámítva, amiben nagyon biztos. Hogy nőni akar, hogy ki akar bújni a földből, hogy virágozni akar, és akar termést adni az emberek. Na hát ez a mi pártunk célja. És én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő egy esztendő az arról fog szólni, hogy kitörünk a föld alól, és valódi szárba szökkenés lesz, hogy jövő tavasszal arassunk.